Növekvő bérek, több mint 20 milliárd forinttal többet fordít a kormány jövőre a szociális munkások fizetésére, mint idén. Erről a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár beszélt Nyírbátorban. Szakképzett munkaerő szükséges, a szakképzett fiatalok növelhetik majd tovább a foglalkoztatást. Jelenleg 4 millió 300 ezeren dolgoznak Magyarországon, hangzott el egy pályaválasztási nyílt napon Tiszavasváriban. Az Ördög Nyíregyházán. Szombaton ismét premier lesz a Móricz Zsigmond Színházban. Molnár Ferenc az Ördög című művét Tasnári Csaba rendezésében mutatja be a társulat. Több mint 20 milliárd forinttal többet fordít a kormány jövőre a szociális munkások bérére, mint idén. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Erről a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár beszélt a Nyírbátori Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központban. Cibere Károly szerint ez azért fontos, hogy a szociális munkások fizetése ne maradjon el az egészségügyi dolgozókétól. A Szociális Munka Világnapját 18 éve ünneplik Magyarországon. Ezen a napon a társadalom megköszöni a munkáját azoknak, akik rászorulókkal, betegekkel vagy rossz anyagi körülmények között élőkkel foglalkoznak. Hazánkban 1985 tavaszán indították el az első 12 családgondozó központot. Ezek egyike volt a nyírbátori, hangzott el a településen rendezett ünnepségen. Az itt dolgozók Nyírbátorban és a környező 20 településen közel 5000 embert látnak el. Intézményünknek most jelenleg 140 dolgozója, főállású dolgozója van, és több tiszteletdíjas is, akik a házi jelzőrendszeres házi segítséggyújtást biztosítják, és ennek az ügyeleti rendszerét. A szociális problémák szerint, hát ez nagyon összetett. Hogyha a gyermekjóléti szolgálatot nézel, akkor vannak szülői elhanyagolások, anyagi, iskolai hiányzások, ami jelentős nagy mértékben megmutatkozott most az elmúlt tanév során. A szociális munkásokon keresztül valósul meg a segítő szándékból cselekedet, a szakmából hivatás születik az itt dolgozók számára, mondta köszöntő beszédében a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. A szociális szférában dolgozók bérkiegészítésére az elmúlt 2 évben közel 20 milliárd forintot költött a kormány. Ez az összeg jövőre tovább emelkedik, annak érdekében, hogy az egészségügyben dolgozók béréhez közelítsen ez a szám. A gyermekjóléti és családsegítő központokat január 1-től összevonják, jövőre összesen 198 központ fog így működni. Minden járásban kijelölünk egy gyermekjóléti központot, ez a járási székhely önkormányzat gyermekjóléti központja lesz, amely felelős nem csak a saját településen élő gyermekekért, hanem a járás összes településének, a gyermekjóléti szolgálatának a munkáját kell, hogy segítse két értelemben, két módon. Egyrészt a hatósági típusú ügyintézési folyamatokba be kell, hogy segítsen, másrészt pedig olyan kiegészítő szolgáltatásokat kell biztosítani a járás egésze számára, amelyek korábban alig-alig voltak hozzáférhetők. Ez azért fontos, hogy minden gyermeknek legyen esélye arra, hogy ne kelljen kikerülnie a családból, ne legyen kiemelve a gyerek a családból csak azért, és kerüljön állami gondozásba csak azért, mert jövedelmi nehézségek vagy problémák vannak a családban. Az erre szánt forrásokat 10,1 milliárd forintról 10,6 milliárd forintra növeli a kormányzat, tehát 500 millió forinttal emeljük a működési támogatását a gyerekjóléti rendszernek, és a nem működési, hanem fejlesztési támogatást, amely a felkészítést segíti az indulásra, a járási központok mindegyike 2-2 millió forintot, összesen 400 millió forintot egyszeri fejlesztési, felkészülési támogatást fog kapni. Az összevonás lehetővé teszi, hogy az eddigi 50-60 család helyett egy dolgozó maximum 25 feladatait lássa el. A településeken család- és gyermekjóléti szolgálat, még a járásokon központ működik majd. Utóbbinak két további feladata is lesz, a gyámügyi igazgatással való kapcsolattartás, valamint a pszichológus és egyéb szakemberek biztosítása a gyermekeknek. Harmadik alkalommal rendezett ünnepséget a Szociális Munka Napja alkalmából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirendeltsége. A szervezet főként a 30-40 éves szakmai múltú alkalmazottait ismerte el a hagyományosan november 12-én tartott rendezvényen.
A Szociális Munka napját gondozottak műsorszámaival és a dolgozókat elismerő oklevelek átadásával ünnepelték a megyeházán. A megyében található 15 szociális és gyermekvédelmi intézményben összesen 1106 fő szociális munkás dolgozik, akik a gondozottak számára a biztonságot, a figyelmet és sok esetben a családot is jelentik, hangzott el az ünnepségen. Minden év november 12-én rendezik meg a Szociális Munka napját. Ebből az alkalomból 15 intézményünk részéről, intézményeként 3 főt javasoltak elismerő oklevél részesítésében. A kirendeltség, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a legfontosabb feladatának a szociális szolgáltatások minőségének a javítását tűzte ki célul. Az igazgató hozzátette, a dolgozók és az ellátottak körülményeinek javítását is fontos szem előtt tartani a jövőben. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szociális dolgozók anyagi és erkölcsi elismertségén is erősíteni kell. Ez ugye, mint említettem, ez egy nagyon nehéz hivatás, tehát itt valóban azok az emberek tudnak itt hatékonyan és valóban úgy dolgozni, ahogy azt elvárja a társadalom, akik valóban elhivatottak ez iránt, a szakma iránt, és őket meg kell becsülnünk, természetesen ezt anyagilag is meg kell becsülnünk, és egyéb más módokon is. Igyekszünk azokon a feltételeken is javítani majd, és a kormány is igyekszik azokon a feltételeken javítani, hogy a szociális szférába dolgozóknak az elismertsége ebben a formában is megnyilvánuljon, és természetesen az erkölcsi oldalát is erősítenünk kell. A mai ünnep ezt pont ehhez célozta meg. Az ünnepségen továbbá elhangzott, az egészségügyben és azon belül a szociális munka területén is egyre idősödnek a munkavállalók, ezért fontos a fiatalok számára elismerté és kellendővé tenni ezt a hivatást. A szakképzett fiatalok növelhetik majd tovább a foglalkoztatást, jelenleg 4 millió 300 ezeren dolgoznak Magyarországon. Ezt Vinnai Győző országgyűlési képviselő mondta Tiszavasváriban, az ott szervezett állásbőrzén és pályaválasztási nyílt napon. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a szakképzési centrumok elindulásával, a gyakorlatorientált képzések bővítésével is az a célja a kormánynak, hogy a munkaerőpiacot megfelelően szolgálja ki. Tavasszal a szakképzési törvény módosítását is elfogadta a parlament, emlékeztetett Vinnai Győző Tiszavasváriban. A politikus hozzátette, hamarosan több változás is életbe lép, többek között egy év múlva a szakközépiskolák már szakgimnáziumok, a szakiskolák pedig szakközépiskolák lesznek. Azt szeretnénk, hogyha minél többen mennének el a szakképzés irányába, természetesen valaki gimnáziumba akar menni, majd később felsőoktatásba akar bekapcsolni, ez rendben van, de hiányoznak már a megfelelő szakképzettséggel rendelkező fiatalok, akik a foglalkoztatást emelhetik. Szeretném elmondani a friss statisztika szerint, KSH statisztika, hogy ma Magyarországon 4 millió 300 ezeren dolgoznak, ez 5 évvel ezelőtt 3 millió 700 ezer volt. A Tiszavasváriban tartott pályaválasztási nyílt napot 6 éve úgy szervezik, hogy állásbőrzeként is funkcionál. Ide hívjuk azokat a vállalatokat, elsősorban ugye a nagyobbakat, nagyobb foglalkoztatókat, ahova a végzés után a tanulóink el tudnak majd helyezkedni. És itt első kézből tudnak a mi végzőseink érdeklődni a lehetőségekről, valamint az itt lévő nyolcadikosoknak azt szeretnénk megmutatni, hogyha hozzánk beiratkoznak, akkor utána egyenes út vezet a munkaerőpiacra, hiszen itt konkrét állásjáratokról is értesülhetnek. A legtöbb végzős érdeklődve nézte a kiállító cégek standjait a tiszavasvári sportcsarnokban, ahol számos lehetőségről tájékoztatták a fiatalokat. Végzős vagyok itt Tiszavasváriban, és azért tartom fontosnak ezt a rendezvényt, mert látni fogom, hogy milyen munkalehetőségek lesznek itt pár év múlva, és azért itt állok pályaválasztás előtt, és jó lenne tájékozódni egy kicsit. A diákokat kísérő szülők is kaptak új információkat a rendezvényen. A szülőknek is tudunk kínálni lehetőséget, hiszen biztosan hallották már, hogy a második szakképesítés ingyenes, és a felnőtt oktatás keretében ők is tudnak tanulni, be tudnak ülni az iskolapadba, és ingyen tudnak második szakképesítéshez jutni. A legtöbb érdeklődőt a hiányszakmák standjai vonzották, sokan álltak meg például a hegesztőknél nem mindennapi alkotásaik miatt.
Több mint 600 általános iskolás diák testnevelése került veszélybe Újfehértón, miután a helyi sportközpont üzemeltetője a város fizetés képtelensége miatt be akarta zárni a helyi tornacsarnokot. Erről Simon Miklós országgyűlési képviselő beszélt a Fidesz tájékoztatóján. A politikus hozzátette, a város vezetése a probléma megoldásához kormányzati engedélyt kapott hitelfelvételre, így 330 millió forintból meg tudják vásárolni a sportkomplexum tornacsarnok részét is. Azért záratta volna be a Terma Kft. A tornacsarnokot, miután az önkormányzat nem fizette a tornacsarnok törlesztő részletét, ami egy PPP konstrukciós megállapodáson alapult. Ezt úgy sikerült kiváltani, hogy az önkormányzat 330 millió forint hitelfelvételre kapott a kormánytól lehetőséget, és ilyen formán a tavalyi úszoda tulajdonának a megszerzése után, az önkormányzat ugye tavaly az úszodát szerezte meg, a kormány 609 millió forintos támogatásából, most pedig meg fogja tudni szerezni a tornacsarnok tulajdon részét is. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi jövő héten a Jobbik, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye első számú választókerületének jobbikos elnöke Lengyel Máté szerint erre azért van szükség, hogy egy ügydöntő népszavazás keretein belül kérdezzék meg az állampolgárok véleményét a bevándorlási kvótarendszerről. A Jobbik úgy véli, a kormánypárt feladata nem az aláírásgyűjtés, főleg azért sem, mert már elfogadta az unió kötelező beléptetési kvótáját. A Fidesz már korábban elfogadott egy kvótát, ami szerint jelenlegi állás szerint 59 ezer illegális bevándorlónak kell a közmunkaprogramban munkát biztosítani. Ez országos szinten érint minden önkormányzatot. Az önkormányzati törvényekben, vagy az önkormányzati rendeletekben ez meg is jelent. Bízunk benne, hogy ahogy a Fidesz kampányolt korábban, hogy a illegális bevándorlók nem vehetik el a magyar emberek munkáját, hogy ezt a Fidesz komolyan gondolta, és a közmunkaprogramban nem afrikai, illetve afganisztáni menekülteket fognak foglalkoztatni, hanem magyar állampolgárokat. Gyorsított eljárásban állított a bíróság elé a nyíregyházi járási ügyészség azt a férfit, aki az M3-as autópályán Nagykálló közelében a forgalommal szemben közlekedett, majd összeütközött egy másik gépkocsival. A vádirat szerint a 71 éves budapesti férfi Budapestről tartott Kisvárdára az M3-as autópályán. Nagykállónál le kellett volna hajtania a pályáról, azonban ezt elvétette, ezért úgy határozott, hogy visszafordul. A belső sávban a korláthoz húzódva haladt körülbelül 30-40 km/órás sebességgel, amikor szembe találkozott egy szabályosan közlekedő másik személygépkocsival, amely éppen előzött egy kamiont. A vádlott és a másik autó vezetője is próbálta elkerülni az ütközést, azonban ez nem járt eredménnyel. Az ütközés során a vádlott gépkocsija totál káros lett, és jelentős anyagi kár keletkezett a vétlen autóban is. Csak a szerencsén múlott, hogy a balesetben senki nem sérült meg. A bíróság közúti veszélyeztetés büntette miatt jogerősen 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, amelynek végrehajtását egy évre felfüggesztette. Természetesen a közúti járművezetéstől is eltiltotta a bíróság a vádlottat. Szombaton ismét premier lesz a Móricz Zsigmond Színházban. Molnár Ferenc az Ördög című művét Tasnádi Csaba rendezésében mutatja be a társulat. A darabról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Közel 700 gyermek csatlakozott ma egy Guinness rekord kísérlethez Nyíregyházán. A cél az volt, hogy minél többen sportpoharazzanak egyszerre a világ különböző helyszínein. A nyíregyházi kosársuli került ki győztesen a veretlen csapatok párharcából az amatőr nemzeti bajnokság 6. fordulójában lejátszott mérkőzésen. Farkasinszky Gyuláné együttese a Vasast fogadta, és a fővárosiak 73-54-es vereséggel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. Szombaton ismét premier lesz a Móricz Zsigmond Színházban. Molnár Ferenc az Ördög című művét Tasnádi Csaba rendezésében mutatja be a társulat. A címszerepet Slanger András alakítja, vendégművészként pedig Trokán Annát is láthatja a közönség.
Kivasalta már a Szabó Afrakkomat? Egy óra múlva küldi, nagyságos. Molnár Ferenc műve már közvetlenül megírása és Vígszínházi bemutatója után 1907-ben óriási sikert aratott. Számos nyelvre lefordították, a hazai és külföldi színházak gyakran tűzik műsorukra. Az előadás a nézőt a polgári szalonok világába viszi el, ahol az ördög agyafúrt módon azon mesterkedik, hogy a szerelmesek egymásra találjanak. A darab rendezője Tasnádi Csaba, aki szerint Molnár Ferenc műve örök érvényű kérdésekről szól, ezért is lett siker világszerte. 1907-ben volt az ősbemutató, abban az évben, amikor Molnár Ferenc előrukkolt a Pál utcai fiúk című kisregénnyel is, ez meghozta egy csapásra számára a világhírnevet. A legenda szerint, de hát ezek irodalomtörténeti tények tulajdonképpen, Bródy Sándor szervezésében egy baráti társaság kiment a Margit szigetre, ma úgy mondanánk bulizni egy hosszú hétvégére, és akkora hó esett 1907 telén, hogy nem tudtak egyszerűen szabadulni a hófogságából, és Molnár Ferenc a darabot egy hét alatt papírra vetette unalmában. Az egésznek van egy ilyen Fausti előképe, és Freud hatása is nagyon érződik rajtam. Tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy mi lenne velünk akkor, hogyha a bennünk bujkáló kis ördögöt szabadjára engednénk, és titkos vágyainknak utat engednénk. A fiatal festő János régi barátja feleségéről szándékozik portrét készíteni, ám az ördög közbeavatkozik, és egészen az előadás végéig ő irányítja az eseményeket. János szerepében Vaszkó Bencét láthatja a publikum. Molnár Ferenc azért mindig aktuális szerintem, mert emberi kapcsolatokról szól zömmel a darab, és tehát szerelemről, kísértésről, hiúságról, féltékenységről, és ezek elévülhetetlen emberi kérdések. A címszereplő Slanger András, valamint Trokán Anna és Vaszkó Bence mellett Jenei Juditot, Nyomtató Enikőt, István Istvánt és Tóth Zolkát láthatja a nyíregyházi közönség. A premier előtt a Móricz Zsigmond Színház galériájában nyitják meg Kerekes Elek festőművész a Prímadíj idei megyei jelöltjének Páros játékok című kiállítását. Közel 700 gyermek csatlakozott ma egy Guinness rekord kísérlethez Nyíregyházán. A cél az volt, hogy minél többen sport poharazzanak egyszerre a világ különböző helyszínein. A színes műanyag poharak technikás rakosgatása azonban nem csak játék vagy sport, egy oktatási programot is kidolgoztak ezzel kapcsolatban. A sportpoharak a világ több mint 35 országában már 25 éve népszerű, Magyarországra azonban csak 5 éve érkezett meg. Sport, mert van szabályrendszere. Játék, mert lehetőséget ad a szabadidő aktív és jókedélyű eltöltésére, ám a sportpoharakra alapszik egy oktatási módszer is, hiszen a színes műanyag poharak pakolgatása közben az agyműködés serkentése fokozódik, a jobb és bal agyfélteke aktivizálódik, koncentrálódik a figyelem. Felhasználási részét tekintve rettentően széleskörű, a mindennapos testnevelőstől kezdve a számok világától, a betűk világáig memóriát fejleszt, szervezetet fejleszt, kétkezűséget, szemkész koordinációt, finom motorikát és mechanizmust, úgyhogy tényleg csak sorolni tudnám a jó tulajdonságait, és hát ezért is sikeres tulajdonképpen, és ezért is használják mára már több mint 120 intézményben Magyarországon. A Nemzetközi Sportpoharak Szövetség már évek óta rendezi meg a Stack Up, azaz halmozd fel elnevezésű tömegsport eseményét. Ezen alkalmakkor igyekeznek újabb és újabb világrekordot megdönteni, bevonva a világ minden táján sportpoharazókat. Mai nap 650 ezeren regisztráltak, 635 ezeren, bocsánat, úgyhogy valószínű, hogy a hitelesítés után kiderül, hogy sikerül ez új Guinness World Recordot felállítani, ami 610 ezer résztvevővel számol. Magyarország 5-5-szőre kapcsolt be, Nyíregyháza először, ugye, és hát büszkék vagyunk arra, hogy több mint 7000 regisztrált résztvevővel tudunk ez a rangos kísérlethez hozzájárulni. A 7000 magyarországi jelentkezőből közel 700-an nyíregyházi gyerekek voltak, valamennyien jókedvel, koncentrálva rakosgatták a sportpoharakat egymásra vagy éppen egymás mellé.
Fantasztikus, jó fűzés! Valaki meg szeretné próbálni még? A rekordkísérlet eredményességéről várhatóan egy hét múlva kapnak értesítést. A nyíregyházi kosársuli került ki győztesen a veretlen csapatok párharcából az amatőr nemzeti bajnokság 6. fordulójában lejátszott mérkőzésen. Farkasinszky Gyuláni együttese a Vasast fogadta, és a fővárosiak 73-54-es vereséggel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. Az NB1-es Vasas második csapata több élvonalban is szereplő játékossal a soraiban veretlenül érkezett a szintén hibátlan nyíregyháziakhoz. Az első negyedet 4, a másodikat 6 ponttal nyerte a házigazda. Fordulás után sem változott a játékképe, az NKS fokozatosan növelte előnyét, és végül a 30 pontig jutó Papp Klaudia vezérletével negyedik győzelmét aratt a Farkasinszky Gyuláni együttese. Az első percekben azért kicsit meglepődtünk, hogy nagyon agresszívan, nagyon keményen kijött az ellenfél, és ugye ami tempóba beleálltak, azt mindent bedobtak, körülbelül úgy kezdtek, hogy 10-ből 10 tempót bedobtak, a mi dobásainkat pedig folyamatosan kipördültek a gyűrűből, és ugye itt az elején még azért nagyon sok eladott labda is volt, ami azért megnehezítette az életünket. Az volt a szerencse, hogy azért az idejekorán magára talált, és ugye ő szállította a pontokat. Az Orsinak is kellett egy idő, amíg belerendült a játékba, és onnantól kezdve azért a palánk alatt úgy gondolom, hogy magasan ő volt az új, mivel hogy 16 epatonot szedett ezen a mérkőzésen, tehát azt mondom, hogy ez nem számít egy rossz teljesítménynek. De szép lassan azért a többiek is belerendültek a mérkőzésbe, sikerült ezt a kemény, agresszív védekezés ellen megtalálnunk az ellenszert, elkezdtük játszani azokat a játékokat, amiket azért a héten már gyakoroltunk, ugye az emberfogás, mint a zóna ellen, és ez végül is azért egy ilyen kiegyensúlyozott negyedekben, tehát minden negyedben tudtunk egy pár ponttal nyerni, és az végére egy olyan megnyugtató előre tettünk szert, hogy nem volt kétséges, hogy a mérkőzésnek mi leszünk a győztesei. A keleti csoport tabellájának élén az MTK Budapest áll 5 győzelemmel, megelőzve a 4 sikerszámláló nyíregyházi kosársulit. Farkasinszkijék vasárnap Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapat ellen lépnek pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Több mint 20 milliárd forinttal többet fordít a kormány jövőre a szociális munkások bérére, mint idén. Erről a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár beszélt a Nyírbátori Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központban. Cibere Károly szerint ez azért fontos, hogy a szociális munkások fizetése ne maradjon el az egészségügyi dolgozókétól. A szakképzett fiatalok növelhetik majd tovább a foglalkoztatást, jelenleg 4.300.000 dolgoznak Magyarországon. Ezt Vinnai Győző országgyűlési képviselő mondta Tiszavasváriban, az ott szervezett állásbőrzén és pályaválasztási nyílt napon. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a szakképzési centrumok elindulásával, a gyakorlatorientált képzések bővítésével is az a célja a kormánynak, hogy a munkaerőpiacot megfelelően szolgálja ki. Szombaton ismét premier lesz a Móricz Zsigmond Színházban. Molnár Ferenc az Ördög című művét Tasnádi Csaba rendezésében mutatja be a társulat. A címszerepet Slanger András alakítja, vendégművészként pedig Trokán Annát is láthatja a közönség. A Kölcsei Televízió iradóját látták csütörtökön. Friss hírekkel péntek este is várjuk majd önöket, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap párás időre számíthatunk. Döntően anticiklon alakítja időjárásunkat, ugyanakkor az északnyugat-európa felett örvénylő ciklon áramlási rendszerében átmenetileg az itt lévőnél is enyhébb levegő érkezik a magasban. A maximum hőmérséklet több fokkal meghaladja az ilyenkor szokásosat. Éjjel többnyire kevés felhő várható, eleinte helyenként éjszaka sok felé lesz köd, elvétve előfordulhat szitálás. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben péntek estig gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Helyenként tartósabban párás, ködös marad a levegő, legfeljebb szitálás fordul elő néhol. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben.
A következő napokban változékony időre van kilátás. Az Atlanti-óceántól Kelet-Európa felé tartó légköri frontok időnként érintik a Kárpát-medencét is. Gyengén és erősen felhős területek, illetve időszakok egyaránt előfordulnak majd. Főleg hazánk északi és keleti vidékein szorványosan eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet továbbra is meghaladja a sok évi átlagot.